Jó reggelt kívánunk az uraknak! Jó reggelt kívánunk Harangozó Tamás, frakcióvezető helyettes úrnak, a Szocialista Párt részéről Csőzik Lászlónak, ért polgármesterének. Jó reggelt kívánunk! És hát dobjuk fel mindenkinek a napját, mert ugye általában minden napnak vannak fontos hírei. Igen. A tegnapi napnak például az egyik fontos híre, vagy hát minden vezető híre szerintem pont az volt, hogy Magyarországon az államtitkároknak a fizetése 35%-kal emelkedett. De mikor? Mert ugye a kedves néző írt, hogy valahogy úgy fogalmazott nekem, hogy ne falazzunk a Fidesznek, ez már a koronavírus alatt történt. Miközben márciusi ugyanaz adat, tegnap jött ki a hír, igen, de úgy hangzott, hogy év eleji az emelés. Valamennyi jelentősége mégiscsak van annak, hogy egy súlyos helyzetben, amikor szolidaritást kérnek önkormányzattól, pártoktól és mindenki mástól, akkor emelnek államtitkári fizetést, vagy akkor, amikor még nem tudtuk ezt az egész helyzetet előre. Aztán persze az egy külön téma, hogy kell-e államtitkári fizetést emelni 2020 elején akár, de tudják-e önök, hogy ez mikor történt? Hát én szerintem a fontosabb az valóban, amikor egyrészt az önkormányzatokról nem sokára fogunk beszélni, de az önkormányzatok azok nem csak úgy vannak, azok az helyi közösségeknek az életét segítik. Tehát alapvetően, ha tőlük elveszünk pénzt, akkor azt is az emberektől vesszük el. Közben egy másik adatra is felhívnám a figyelmet ezzel összefüggésben, hogy ugye csak március végéig 60 ezer munkanélküli jelentkezett be a rendszerbe, és pontosan tudjuk, hogy nem tudnak az emberek bejelentkezni, mert hogy nem győzik feldolgozni, vagy képtelenek feldolgozni, tehát ez a szám valószínűleg sokkal több. Ebben a szituációban, ebben a helyzetben, amikor cégek tömegei mennek tönkre, emberek tízezrei lassan, majd százezrei fognak munkanélkülivé válni, vagy biztos, hogy csökken a bevételük, biztos, hogy kevésbé megnyugtatja meg az embereket, hogy fizetésemelés van államtitkároknak, hogy 35%-os, azért az, megmondom őszintén, az egy kicsit erősnek tűnik már nekem is, és tudja, képviselőknek is nőtt a fizetése, mert törvényben van. De mi például azt csináltuk, amit be is mutattunk, és én ma innen oda megyek Szekszárdra, hogy a saját nem a frakció pénzből, nem az államtitkári keretből, vagy a képviselői keretből, a saját leadózott tiszteletdíjunkból dobjuk össze azokat a pénzeket, az első körben 15 millió forintot, most 4 milliót, amiből akkor az első körben maszkokat vettünk és tisztítószereket, most pedig tartós élelmiszercsomagot fogok én is, én mondom, minden Szekszárdra megyek. Fideszes képviselőtársaik is bedobták. Fidesztől egyszer hallottunk egy bemondást, hogy képviselőnként 2 milliót költenek, de egyrészt nem láttuk, hogy ez hol történt meg, másrészt szerintem azért az fontos, hogy abból a közleményből az derült ki, hogy valószínűleg a frakció közös pénzéből költik ezt. Tehát maguk a képviselők a sajátjukból egy filléről nem mondanak le. Azért egy 35%-os mostani fizetésemelésük ilyen több százezeres növekményt jelent. Hát ha már törvény által megkapják, én azért örülnék neki, ha legalább annyit megtennének, mint mi, és a vírus járvány alatt legalább, mert mi nem csak akkor egyébként is. Ezt befizetnék egy olyan helyre, ahol az embereknek direkt be lehet segíteni, és akkor mondhatják azt, hogy elnézést, törvény adta, de én most a jelen pillanatban érzem ennek a súlyát. Hát ilyen bejelentéseket nem hallom. Természetesen keressük annak lehetőségét, hogy a kormányból valakit megszólaltassunk. Lehetséges, hogy holnap lesz is vendégünk egyébként a kormányzat részéről. Tudom, mindig hát keressük. Sokat dolgozunk mindig egyébként ezen. Komolyra fordít, illetve nem, hát ezt komolyan is mondjuk. Nem akarom, bocsánat, hogy Csőzik úr még egy pillanatra egy kicsit várjon, csak hogy a Harangozó úr még azért reagáljon arra, hogyha már említette, hogy ugye a képviselő fizetése is emelkedett, ezt mondta, csak nem mondta, hogy mennyivel. Százalékban nem tudom, a törvény által ugye az van, most, amit elfogadtak legutóbb, mi azóta az emelést mindig befizetjük. 11,4%. Igen, de az van, hogy ami az átlag fizetés, amennyivel növekszik egy év alatt, de ez, igen, mindig az előző évi adat, tehát a tavalyi jó adatok alapján emelik aztán. És nem csak a miénket, mert egyébként sok mindenki másé is. Nézzük az önkormányzatok, igen, helyzetét. Ugye Robi, azzal kezdtem a reggelt, hogy 200 önkormányzat kerülhet sőt közeli helyzetbe? Hadd kapcsolódjak egy mondat erejéig ehhez az államtitkári fizetéshez, mert van önkormányzati vonzata. Érdem például, egy helyi témát mondjak, a legnagyobb vívmánya ennek az évnek az volt, hogy az óvónőknek a minőségi bérpótlékát, tehát a bérkiegészítését meg tudtuk végre valósítani. Képzeljék el, hány százalék? Ez nem százalékos mértékben van, kb. 20-30 ezer forint, egy rendkívül bonyolult rendszeren keresztül, aha,
20-30 ezer forint bruttó bérkiegészítést kapnak, ami kritikus számukra. Brutto. Egy óvónő körülbelül 200-220-230 ezer forint bruttót keres, ami elképesztő. Az önkormányzatok az óvodák fenntartói. Az elmúlt 13 évben nem került sor ilyen intézkedésre. El tudják azt képzelni a nézők, hogy mennyire féltjük most például az óvónőket attól, hogy amiatt, hogy az önkormányzatok ilyen nehéz helyzetben vannak, nehogy véletlenül arra kényszerüljünk, hogy ezt vissza kelljen vennünk. Mert bizony a kérdésben megfogalmazott állítás az igaz, olyan szempontból, hogy két drákói intézkedésre mindenképpen sor került. Az egyik a gépjármű adó elvétele. A megyei jogú városok esetében ez olyan 4,5 milliárd forint környéken alakul a számításaim szerint, tehát 2-300 millió. De tudok mondani olyan Pest megyei községet, például Csomádot, ahol ez a bevételek, az összbevételnek a felét jelenti. Hát biztos, hogy fejre áll tőle. Nálunk is nagyon nagy a jelentősége ennek, hiszen most például emiatt kell drákói módon hozzányúlnunk a kézilabda csapat finanszírozásához, nem minthogyha nem érett volna meg rá. A másik oldalról viszont van még egy, amivel foglalkozni kell az önkormányzatoknál, ez az iparűzési adó befizetési rendszernek az átalakítása. Tehát most, hogy május 31 helyett a cégek lehetőséget kaptak arra, hogy szeptember 30-ig teljesítsék az aktuális befizetést, ez azt jelenti, ha élnek vele, hogy a cash flow, tehát a likviditásunk, a fizetőképességünk, az komoly veszélybe kerülhet. Tehát ha a cégek ezt az opciót lehívják, akkor bizony az önkormányzatoknak rendre hozzá kell nyúlniuk ahhoz a lehetőséghez, amit úgy hívnak, hogy működési célú hitelfelvétele, és abból fogják majd finanszírozni az aktuális. Polgármester úr, tudom, hogy nem fogynak ki a szavakból, van egy összefoglalónk, ami nem, persze nem is baj, van egy összefoglalónk pont az önkormányzatok helyzetével kapcsolatosan, mert fontos azt elmondani, hogy Hódmezővásárhelyen, Krisztina, állítólag júliusig tudnak bért adni az ott dolgozóknak, tehát az önkormányzati dolgozóknak, meg állítólag sok ilyen települési önkormányzat lesz. Mutatunk egy rövid összefoglalót, és utána folytatjuk. Jönnek-mennek az autók Erdőkertes főútján. A kocsiktól nem, a gépjárműadó bevételtől azonban el kellett búcsúzni a Pest megyei községnek, az ugyanis a járványügyi alapba került. Ez az elvonás éves szinten 20 millió forintos nagyságrendet jelent. Erdőkertes első emberének nem csak emiatt fáj a feje. A település másik főbevételi forrása, az iparűzési adó is késve érkezik a járvány miatt. A cégek ugyanis szeptember 30-áig kaptak határidőt a kormánytól az adófizetésre. A csökkenő bevételek ellenére plusz feladatok hárultak az önkormányzatokra a koronavírus miatt. A közterületek fertőtlenítését, a hatósági karanténban tartózkodók és az idősek gondozását is nekik kell elvégezniük. A 45 ezer lakosú Hódmezővásárhely polgármestere szerint képtelenség kigazdálkodni a kiadásokat. Ez olyan mértékben borította fel a költségvetésünket, amit könnyen lehet, hogy leépítés nélkül nem fogunk tudni kezelni. Jelen pillanatban a likviditási tervünk szerint július végéig mindent tudunk fizetni, de hogyha sürgősen valami más megoldást nem találunk, augusztusban már a béreket sem tudnánk kifizetni. Márki-Zay Péter igyekszik a városnak hitelt szerezni, de egyelőre nincs megállapodás erről. Meg kell téríteni, ezért nem lehet más, mint hogy a feladat finanszírozási rendszerhez hozzá kell nyúlnia. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke kormányzati segítségben bízik. Schmidt Jenő levelet is írt Pintér Sándor belügyminiszternek, de nem kapott rá választ. No, nem is teszünk föl kérdést, mert szerintem a reakció az bőven megvan a fejükben. Szóval szerintem az önkormányzatok szemében látszódik leginkább a nyomor arca. Kezdjük ezzel. Tehát mi vagyunk ott a frontvonalon, mi ismerjük az embereket, a bajba jutottakat. Például mekkora dilemmát okoz egy polgármesternek az, amivel én is szembe kerültem, hogy szerettem volna segíteni, hát nyilván a képviselőtársaimmal együtt, azokon a családokon, ahol mondjuk a családfő elveszítette az állását. Hiszen a járványveszély úgy gondolom, hogy őket hozta leginkább nehéz helyzetbe. Tehát kiskeresetűekről van szó, mondjuk zömmel fizikai munkások, ahol elbocsátásokra került sor, zéró megtakarítás van jóformán, és hát ennek érdekében egy olyan rendeletet hoztam, hogy ilyen esetben 50 ezer forintos havi támogatásért lehet fordulni az önkormányzathoz. Ha összeadom a potenciális lehetőségeket, majdnem 100 millió forintnál tartok, amibe ez kerülhet a városomnak. 250 millió forintot már elvontak tőlem, és hát az ember ilyenkor nem gondolkodik azon, hogy mi lesz majd, hanem megy előre, mert segítenie kell az embereken, az érdieken. A másik ilyen dilemma, hogy mi legyen a fejlesztésekkel. Minden önkormányzat azzal adja el magát, és azzal kampányol, és ez az egyik legfontosabb, hogy épüljön, szépüljön a városa. Ennek a járványnak a következtében és zárvonások miatt számos fejlesztési célról adott esetben le kell mondani, át kell sorolni. A másik ilyen érdekes dilemma volt, hogy kiírtak egy pályázatot Aktív Magyarországért kormányzatnak.
kormánybiztosság, lehetett pályázni ilyen sportcélú létesítményekre. Mi ebből meg akarjuk csinálni most Érd Parkváros első nagy parkját. Uh-huh. Lehet nyerni 40 millió forintot rá. Hát hosszasan gondolkodtam az önrész miatt, hogy érdemes-e belevágni, aztán azt mondtam, hogy igen, hiszen ez egy évtizedes lemaradásunk, és majd valahogy kigazdálkodjuk, vagy valahogy megoldjuk, amennyiben nyerünk. Mennyi az önrész egyébként ilyenkor? 50%-os 50%. Volt itt nagyon magas. Tehát, hogyha 40 milliót kérnek, akkor 20 akkor millióval kell. 40 milliót, és akkor az ember melyik ujját harapja, teszem föl a kérdést. És akkor visszatérve a lényegre, tehát csődbe mehetnek, vagy pedig élnek a hitelfelvétel lehetőségével, meddig amivel hitel? Átütemezik a... Ugye volt ebbe változás az eladósodási lehetőségében az önkormányzatoknak? Egyébként joggal a Fidesz részéről a korábbi súlyos eladósodások miatt. Egyensúlyi költségvetést kell alkotni, tehát a bevételeknek és a kiadásoknak pariba kell lenni. Lehet felvenni bizonyos százalékban meghatározott mértékű folyószámlahitelt, ami lényegében a likviditáson segít. De azt ki kell tudni termelni. Viszont ha nincs bevétel, nem tudja kitermelni, akkor a kiadási oldalon le kell faragnia drasztikusan, nagyon keményen. Tehát bérvisszavétel, elbocsátás, fejlesztéseknek az átütemezése, vagy pedig lemondás komoly fejlesztésekről, és én ezt már csonkításnak hívom. Azt egyébként jól láttuk, hogy ilyen diszkrecionális döntésekkel, magyarul szabadon hozott döntésekkel a kormány egyes önkormányzatoknak adott óriási összegeket, miközben másoknak nem, jellemzően fideszes vezetési önkormányzatoknak? Hát, ha még nagyon röviden hozzátehetek, kérem, az most derül majd ki. Mi csütörtökön adtunk le egy 130 millió forintos igényt az önkormányzati államtitkárság részére, ennyi költségünk merül fel a járvány elleni védekezés kapcsán, és meglátjuk azt majd, hogy hogy válogat a kormány. Tehát, hogy egyformán ad mindenkinek, ellenzéki vezetőségűnek, kormánypártinak, vagy nem. És még egy, van egy kitettsége például Érdnek, évek óta egy állandó pénzügyminiszteri támogatás ékeli ki a költségvetésünk hiányát, 2 milliárd forint, ebből minden évben kapott a város a fideszes vezetés alatt 7-800 milliót. Kíváncsi vagyok, hogy idén most az ellenzéki vezetési önkormányzat is megkapja majd ezt az úgynevezett hát segélyt vagy támogatást. Ha nem, akkor fejre állunk. Figyelünk. Beszéltünk itt még a bejátszás alatt, ami az önkormányzathoz kapcsolódik többek között, de nagyon fontos, és hetek, hónapok óta mondjuk és kérjük, hogy például nyugdíjas otthonokban, idős otthonokban, itt a polgármester mondta, hogy ők is úgy adották meg, hogy bentlakásossá tették az ápolóknak is. Tehát a biztonságot úgy garantálják, hogy a munkavállalók, az ápolók, ápolónők nem hetekig nem látják a családjukat sem. Elképesztő alacsony bérért. És arra az igazságtalanságra szeretném újra fölhívni a figyelmet, hogy ezek az ápolók, ápolónők ilyen körülmények között nem fogják megkapni a magyar kormánytól azt az 500 000 forintos plusz pénzt, amit mi követeltünk, és az egészségügy területén bejelentette brutto a kormány. 500 000 forint, brutto 500 000 forint, de ugye nekik ez nagyon nagy dolog lenne. Elképesztő, veszélyes, kemény munkát végeznek, még egyszer mondom, ők effektíve hetekig a családjukat se látják, és ugyanúgy ápolói feladatokat látnak el, mint a kórházban csak dolgozó munkatárs. Csak ők a szociális szférában vannak. Az egészségügyibe, így van a kórházban, ő meg azért, mert szociális szférában csinálja ugyanezt a munkát, egy fillért nem fog kapni, rendkívül igazságtalan. Ezért is indítottuk el a petíciós kampányunkat, az első ponton belül, az egészségügyi ponton belül továbbra is ezt is többek között követeljük. De egy nagyon-nagyon fontos dolog, és kérnénk a kedves nézőket is, hogy segítsenek nekünk erőt adni ehhez a petícióhoz, de, és írják alá. De ami fontos és friss, és szerintem a mai témához nagyon fontos, ma fogjuk bejelenteni, ma fog kimenni a közlemény, úgyhogy kicsit előlövök, hogy összeszedtük, összegyűjtöttük az 50 ellenzéki képviselői aláírást, és a gépjárműadó elvonásáról szóló rendeletet, ez lesz az első ilyen rendelet, amit a veszélyhelyzet alatt a kormány hozott, és az Alkotmánybíróságnál meg fogunk támadni. Mert teljesen nonsens, hogy államilag előírt, az alaptörvényben leírt kötelező feladatai egy válság időszak alatt, amit még ráadásul kiterjesztenek, itt a bejátszásban is láttuk, hogy hát naponta országosan százezreket kell etetni, ellátni időseket, rászorulókat, karanténba lévőket plusz feladatként, hogy ebben az időszakban bevételt vonjon el az állam, a kormány, bocsánat, az önkormányzatoktól, és azt kérjük az Alkotmánybíróságtól, hogy ezt a teljesen ostoba és elfogadhatatlan rendeletet ezt semmisítse meg. Még egy dolgot hadd kérdezzek mindkettejüktől, most már sok hete politikai elemzői kérdés, hogy az emberekben vajon hogy fog lecsapódni ez a megszorítás, ami az önkormányzatokat éri? A kormány hibájaként fogják látni, vagy az önkormányzatok hibájaként, hogyha nagyon nagy bajok lesznek potenciálisan bizonyos területeken? Hadd vegyem el a szót most. Mert ez az én véleményem lesz.
Őszinte leszek, én azt javaslom minden egyes polgármesternek, hogy legalább olyan intenzitással kommunikáljon, és olyan eszközökkel kommunikáljon a saját választói felé, hogy a kormány ezt teszi a saját... Ami intenzív és hatékony általában. Tehát az nem megy, hogy óriás plakátokon hirdeti a kormány, hogy ő mennyire király, majd az önkormányzat szépen benyeli azt, hogy ő tönkre teszik. Akkor tessék elmondani a választópolgároknak, akár plakáton, akár szórólapon, akár levélben, névre szólva minden egyes kedves választópolgárnak, kedves választópolgár, tőled ennyit vettek el, most vagy ezt csukom be, vagy ezt zárom be, vagy ezt rugom ki. Köszönd meg, légy szíves a magyar kormánynak. Különben nem fogják érteni az emberek, hogy csak mi van. Nehogy az, ez az legyen, én véleményem. Erre költött az önkormányzat a helyet, meg lehet azt oldani viszonylag olcsón is. Hát kiadnak egy sajtóközleményt például, az egy jó kezdeményezés, az 0 forint. Hát kérdés az, nem mennyire megy át ez a választópolgárokhoz. A másik oldalon nagyon érdekes, észreveszem, hogy valamennyi polgármester kolléga most nagyon oda teszi magát. Tehát nálunk is a városi önkormányzat épülete kis hián úgy néz már ki, mint egy tábori kórház. Tehát járjuk a várost, segítünk, összefognak a szociális intézmények, összefognak a sportegyesületek és segítenek. Adományokat, segélyeket viszünk ki, fertőtlenítőszereket, maszkokat és a többi. Tehát én nem is tudom, mikor voltam utoljára így öltönyben. Farmer és póló a napi munkaruházat, és körülbelül duplájára nőtt a munkaidő. Is úgy gondolom, és ez nagyon fontos, mert érzik az emberek, hogy törődik velük a város, tehát segít a bajban. És bevonjuk a vállalkozókat is, nem múlik el nap, nem múlik el nap, komolyan mondom, hogy ne hoznának százával maszkokat cégek, fertőtlenítőszereket, különféle adományokkal látnak el minket. Azt gondolom, hogy 5-10 millió forintot tudtunk ezáltal például megspórolni, tehát Érdre nyugodtan mondhatom, hogy a legszebb arcát mutatta ez a város, és ez még politikai lövészárkokon túlmutató vagy átívelő együttműködés is volt, aminek különösen örülök. Tehát én ezért azt képzelem, hogy az emberek úgy gondolják, hogy az önkormányzatok mindent megtesznek értük, és ez rendkívül fontos. Érdekes. Hogy kire fognak a végén mutogatni, azt nem tudom, de nagyon fontos, hogy megértsék azt, hogy a finanszírozásunk az nem úgy néz ki, hogy korlátlan a források száma, hiszen nem így van, ki vagyunk téve a kormány, illetve az állam működésének. Bármikor elvonhatja, és bármikor teremthet olyan helyzetet, amelyben padlót fogunk, és beáll a csődhelyzet, és pénzügyi biztost kell kirendelni. Hát az a cél, hogy ezt elkerüljük. Kivéve akkor, hogyha mondjuk abban a szerencsés helyzetben lesz Magyarország, hogy a koronavírusos a járvány, meg ez a veszélyhelyzet minél hamarabb elmúlik, vagy elmegy, bocsássanak meg, de van egy napi mondatunk, ami részben ide kapcsolódik, ugye ezt Merkel Béla említette, vagy mondta, ezt mindjárt olvashatják a nézők is. A legvalószínűbb folyamat, ami előttünk áll, hogy nyáron semmiképpen sem lesz újabb hullám, a mobilitásunk, a kontaktusaink száma nagyon lecsökkent, a max használat kötelező tétele, az otthonmaradás mind oda vezetett, hogy a fertőzöttek száma ezrelékes nagyságrend alá torlódott. Tehát tulajdonképpen most ebből az következik, hogy akkor szerencsére, vagy hát nem tudom. Legyen így, különben megnézhetjük. Nem lesz hosszú a járvány. Hiszen most már a gazdasági hatások váltak igazán fontossá. Ezt akarom mondani, hogy ettől még a legnagyobb kérdés, ami az anyagi és a segítség és az emberek talpraállása, meg az országa talpraállása, az továbbra is itt van. És eddig a kormány minden egyes intézkedése rendkívül elkésett volt, csak egyet engedjenek meg. Van ez a kurzárbájtos nagy bejelentés, minden idők legnagyobb, háromszorosan legnagyobb programja. Március végéig a számítások szerint, ugye ezt be is mondták a parlamentben, hogy 120 cég élt vele, és mintegy 2 milliárd forintot költöttek el a kedves magyar állampolgárok megmentésére, úgy direktbe. Ugye érezzük, hogy ez mennyire vicc. Ez egy 2 milliárd forintért Tiborcz úr épít éppen kikötőt valamelyik balatoni település szélén állami vagy EU-s forrásból. Ennyi. Tehát, hogy azért van itt elég probléma, és hogyha meg tényleg így lesz, akkor meg pláne nagyon örülnénk neked, például és egy utolsó mondatoknak villámgyorsan visszaadná a kormány. Egy utolsó mondatot a szabad, tehát mi eddig konkrétan semmilyen kormányzati támogatást nem kaptunk. Tehát nagyon bízom benne, hogy ez változni fog, de azt látni kell, hogy saját magunk erejéből és a támogatóink erejéből tudtunk segíteni az embereken. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és mindezt elmondtuk. Köszönjük szépen.